Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Betegségek. Tordas Dániel gyermekorvos aktuális tanácsai a téli időszakban. Hang és szó. Felolvasó estet tartottak a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Közösség. Szombaton a jeges sportokat ünnepelték a Korcsolya pályán. Tordas Dániel, a budakalászi 2. számú körzet házi gyermekorvosa 2017 tavaszától biztosítja több ezer gyermek számára az egészségügyi gondozást és támogatást. Híve a modern technikáknak, sok követője van a közösségi média felületein is. Általános témákról kérdeztük véleményét, rengeteg hasznos tanácsot osztott meg velünk. Több lehetőség az alapellátó gyermekorvosoknak. Ebben látja Tordas Dániel házi gyermekorvos a hazai gyermek alapellátás jövőjének kulcsát. Az országban elsőként megvásárolt diagnosztikai eszközök állnak rendelkezésre a budakalászi rendelőben. Az alapellátásban hát nekünk is, én arra mindig büszke vagyok, hogy egy csomó eszközünk van, olyan eszközeink vannak, amiket akár az országban elsőként vettünk, meg diagnosztikai eszközök, és ez egy óriási segítség nekünk, és én úgy tudnám elképzelni a hazai gyerek alapellátásnak a jövőjét, hogy minél több mindent megcsinálni lakóhelyhez közel, tehát ne kelljen elmenni kórházba a gyerekkel, ne kelljen járóbeteg szakrendelésre elmenni, hanem ma már tényleg olyan diagnosztikai lehetőségek vannak, meg azért a gyerekorvos is a praxisban gyerekgyógyász szakorvos, tehát nagyon sok mindent meg tud oldani. Téli időszakban a gyermekek, különösen az óvodás és iskoláskorúak, a vírusos betegségekre érzékenyebbek lehetnek, mivel az immunrendszerük még fejlődésben van, és a csoportos együttlét miatt könnyebben terjedhetnek a fertőzések. A gyerekgyógyászat az alapellátásban legfőképp mindig az őszi, téli, koratavaszi időszakban pörög, tehát látjuk már általában ilyen október-november, évfüggő, hogy mikor, de október-november, decembertől kezdve, hogy megnövekszik a forgalom, és ez akár eltarthat február-március, de volt már olyan év, hogy májusig is eltartott. Ugye mindig ez az időszak az, amikor sokkal nagyobb a betegségszám, sokkal jobban pörögnek a vírusok és egyéb kórokozók, úgyhogy ennek megfelelően a gyerekek, akiknek még az immunrendszer egy érésen esik át, ők sokkal könnyebben elkapják. Hagyományos nyugati orvoslás kontra természetes gyógymódok. A doktor úr véleményét kérdeztük a gyermekek gyógyításában használt medicinákról. Hál' Istennek gyerekgyógyászként nem kell egy gyógyszertárat kiraboltatni a szülővel, amikor beteg a gyerek, hanem mindig a természetes folyamata az immunrendszerünknek, hogy ő küzd és legyőzi a betegségeket. A hétköznapi lázas, vírusos betegségeket, ugye a gyerekeknél 95%-ban vírusfertőzésről van szó. Arra nincsen specifikus terápia, hanem a szokásos otthoni ágynyugalom, pihenés, nyugodt környezet, szülői nyugodt környezet megteremtése, sok folyadék, teázás, köhögések esetén is. Még az amerikai irányelvek is abszolút a mézről, a húslevesről írnak, tehát amit végülis a nagyanyáink adtak nekünk, az teljesen abszolút releváns, és ez alá is van támasztva szakirodalommal. Oltások, vitaminpótlás, immunerősítés, egészséges életmód. Általános tudnivalók, melyek minden szülőnek segítségére lehetnek. Megfontolásra érdemes tanácsokat osztott meg velünk a doktor úr. Ez a másik kedvenc témám az immunerősítés, hiszen nagyon sokat találkozunk ezzel a kérdéssel, hogy mit adjak, jön a tél, jönnek a betegségek, milyen immunerősítőt adjak. Patikában lehet kapni milliónyi immunerősítőt, de nem kell arra sem különösebb összegeket ráfordítani, hiszen ha a gyerek sokat mozog, egészségesen étkezik, tehát zöldség, gyümölcs, változatos étrenden van, nyugodt a környezete, nincsen az, hogy napi 24 órában számítógépezne, akkor az immunrendszer az egészséges. Tehát tényleg a sok mozgás, a szabad levegőn lévő mozgás, ezek nagyon a legfontosabbak ezek az egészséges táplálkozás mellett, hogy kevesebbet legyünk betegek. Tehát nem kell mindenféle patikai készítményeket venni, hanem igenis a természetes immunerősítés a legfontosabb.
A HPV elleni oltások biztonságosnak bizonyultak, és bizonyítottan segíthetnek csökkenteni a méhnyakrák és más HPV okozta daganatok előfordulását. 12 éves korban Magyarországon ingyenesen fel lehet venni az oltást, mégsem él minden szülő a lehetőséggel. Abszolút javasolt. Igen, tehát a HPV elleni oltás is javasolt, hiszen egy súlyos betegséget tudunk megelőzni fiúknak, azért, mert ugye ők főként a hordozó is adják tovább, de a méhnyakrák az nem játék. Tehát az egy halálos betegség szintén, és hogyha van egy oltás, amivel ezt meg tudjuk előzni, és örüljünk neki, hogy most már Magyarországon is térítésmentesen elérhető, ugye egyelőre még nem kötelező, hanem választható oltásként, de térítésmentesen elérhető, és ez nagyon fontos, hogy szintén egy halálos betegséget tudunk megelőzni vele. Hang és szó címmel zenés felolvasó estet tartottak a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban hétfőn. Az eseményen budakalászi gyerekek és felnőttek olvasták fel kedvenc irodalmi szövegeiket, melyeket a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és pedagógusai zeneszámokkal színesítettek. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, ugyanis Kölcsey Ferenc 201 évvel ezelőtt ezen a napon készült el a himnusz kéziratával. A jeles nap alkalmából három részes esemény sorozattal készülnek a faluház munkatársai. Az első előadáson felcsendültek Bartók Béla felföldi dudanótái is, a Kami tanulóinak és tanárainak tolmácsolásában. Három kis növendékem most először játszik, és mivel magyar vonatkozású darabokat kértek, így ugye hegedűre Bartók Béla, Weiner Leó nagyon sok népdalt gyűjtöttek, Weiner Leó írta át hegedűre őket, és ebből fogom most három kis népdalt előadni. Jelenleg a 7 és 16 év közötti korosztály tagjait tanítja hegedűn játszani a tanárnő. 21 növendéken van, most hál' Istennek jó sokan vannak, úgyhogy itt a három szereplő az a kisebb korosztályt képviseli, tehát van egy másodikos kisfiú, egy negyedikes kislány és egy nagyobb lányka, aki főtanszakon zongorázik, de most úgy döntött, hogy meg szeretne ismerkedni a hegedű rejtelmeivel is. A zenetanulás, valamint a hangszereken játszás iránt sok gyermek érdeklődik. Nagyobb kihívást a kitartó szorgalom fenntartása jelent, hangsúlyozta a hegedű tanár. Kicsiből mindig nagyon sok van, hát a kitartás az egy nehezebb ügy, ugye a hegedűnél nem jönnek olyan könnyen az eredmények, az elején egy picit a tartás, vonóvezetés, megtanulás egy kicsit több időt igényel, de aztán egy-két év után úgy belelendülnek. A harmadik osztályos Kálec Konrád is hegedűn játszott a tegnapi rendezvényen. 2 éve hegedülök, és azért hegedülök, mert megtetszett. És azóta is lelkes vagy, mióta elkezdted? Hát, egy kicsit igen. A hegedű mellett gitáron is szeretne játszani Konrád. Azért, mert az a hangszer nagyon jó, mert akkor tudok csinálni dalokat. Szeretnél zenéket szerezni is? Igen. Megpróbálok csinálni is. Második éve tanul zongorázni a szintén harmadik osztályos Tóth Gombos Hanna, aki édesanyjával érkezett a faluházba. Ma mit adsz elő itt a közönségnek? A séta a zeneiskolában, amit megint Pataki Ádámért. Vele tanultátok be? Nem, a tanárommal, Mónika nénivel, az igazgatóval. Hogy jött a kedved a hangszerhez? Magadtól vagy szüleid? Szüleim azért, mert anyukám is azon játszott, és a testvére is. Az előadott műveket a következő szempontok szerint válogatták össze a pedagógusok. Az volt a kérés, hogy mindenképpen vagy magyar szerző, vagy Magyarországhoz kapcsolódó zenék legyenek, tehát így próbáltuk választani a műsort. Valaki például olyan darabot játszik, amit már egyébként is elkezdett szeptember óta, valaki direkt erre az alkalomra készült, akár egy hónappal előtte, vagy még kevesebb. Például 2 zongorista kislány az én darabomat fogják előadni, és az annyira hirtelen jött, hogy 3 héttel a koncert előtt kezdték el tanulni. Thank you.
Csatlakozott a Buda Classic közösség az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a jégpályák éjszakájához. Szombaton DJ, sportbemutatók várták az érdeklődőket, akik nem csak a településről, de a környékről is érkeztek a különleges programra. Meghosszabbított nyitvatartás, élőzene, esti fények, sok sport és nevetés. Ezzel várta a közösség csapata idén is a jégpályák éjszakáján a látogatókat múlt szombaton. A népszerű rendezvényre nem csak a városból, de számos környező településről is érkeztek érdeklődők. Ma este is nálunk is egy normál közönség jégnél több programmal készülünk. Egyrészt itt a helyi jégkorong csapata, Vidrák készülnek bemutatóval, illetve az edzők készülnek különféle játékokkal a jégen, sorversennyel, szlalommal, kapuralövésre is lesz lehetőség. És arra számítunk, hogy ilyenkor a megszokottnál többen fognak ellátogatni, olyanok is, akik esetleg ritkábban járnak korcsolyázni, vagy akár nem csak a mi jégpályánkra járnak. És ilyenkor talán hozzánk is eljönnek. Este 6-tól este 10 óráig leszünk nyitva ma, ugye megszokott, bocsánat, 11 óráig a megszokott 10 óra helyett, illetve most nem csak zenét rakunk be, hanem DJ fogja szolgáltatni a talpalávalót. Folyamatosan működik a közös jég a korcsolya szezonban, amikor nem csak sportolni, de kikapcsolódni is sokan érkeznek a pályára. Az üzemeltetők fontosnak tartják a versenysportot, de nagy hangsúlyt fektetnek minden évben a kikapcsolódásra vágyókra is. Fontosnak tartjuk a szabadidősportot és ennek a népszerűsítését, hogy minél többen mozogjanak, és azt gondoljuk, hogy a korcsolyázás, akár a jégkorong, akár már a műkorcsolya, tehát a versenysportbeli része, de itt a szabadidősportbeli része is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egészségesebbek és boldogabbak legyenek. Idei szezonban szeretnénk, hogy a korábban megszokottaknál hosszabban legyünk nyitva. Március 15-ig, ahogy a korábbi években is biztos, hogy nyitva lesz a jégpálya, viszont hogyha az időjárási helyzet kedvezőnek látszik, akkor szeretnénk március 31-ig is nyitva lenni. Utána pedig egy nyári szünet után, október végén, november elején szeretnénk várni a következő szezonban is az ide látogatókat. Folyamatosan frissülnek az adatok a nyitvatartásról és a programokról a közös jég web és közösségi oldalán, ahol sok más információt is megtalálnak az érdeklődők, az egyéb sportolási lehetőségekről is. Végül a várható időjárásról. Szerdán reggel, délelőtt meleg, majd este egy újabb hidegfront érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként északon és északkeleten havas eső, havazás előfordulhat, néhol átmenetileg ónos eső eshet. A délnyugati szél többfelé élénk, erős lesz. A csúcs hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Tordas Dániel gyermekorvos a közösségi média felületein is megosztja aktuális tanácsait. Hang és szó címmel zenés felolvasó estet rendeztek meg tegnap a Faluházban. Jégpályák éjszakájával ünnepelték a jeges sportokat szombaton a Buda Classic közös jégen. Ez volt mai hírmagazinunk, a Buda Classic ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Buda Classic-t, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk, melyben a Szájebb Buda Classic férfi kézilabda csapat Gyöngyös elleni felkészülési mérkőzéséről láthatnak összefoglalót. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/TV Buda Classic-on. Megtalálhatók vagyunk közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!